1989. január 1-jével kerültem a Budapestre. Korábban Kecskeméten dolgoztam a Cifra Palotában. Irodalmi kávéházat csináltunk egy ösztöndíjból, és egy idő után férjhez mentem. A férjem Budapesten lakott, fotoriporter volt a híres, neves Pajtás újságnál. Egy évig csináltuk azt, hogy én Kecskeméten dolgoztam, ő Budapesten, de valahogy megoldás kellett neki, ott nem nagyon volt állás, és az akkori főigazgatóm, dr. Bánszky Pál jó barátságban volt dr. Szikosi Ferenccel, az akkori Munkásmozgalmi Múzeum, később megelőtte legújabbkori Történeti Múzeum főigazgató helyettesével, és kolléganőm Bai Ettelka, akivel azóta is együtt dolgozom, évfolyamtársam volt az egyetemen, ismertük egymást, és így lett állásom Budapesten. Tehát 89. január 1-jével fölkerültem, én magyar történelem szakon végeztem 82-ben az ELTE BTK-n, tehát igazán fotótörténettel nem nagyon foglalkoztam, de mivel fotoriporter lett a férjem, ezért ez a vizuális kultúra erősen elkezdett érdekelni. Olyannyira, hogy 89-ben, amikor ez az egészen különleges váltó időszak következett be a politikai életben, meg az életmódunkban is, akkor elkezdtem gyűjteni mindenféle korabeli képeslapot. Ezekből a múzeumban is hoztam be néhányat, hogy legyen emlék. Amikor ide kerültem, Stemmerné Balogh Ilona a főosztályvezető, és Jarsovszky Katalin vett a kezelésbe engem, hát meg még dr. Szakács Margit, a magyar fotográfia, fotótörténet nagy tudora. Nagyon sokat segítettek. Én a Jarsovszky Kati mellé kerültem 1945-től napjainkig a magyar eseménytörténeti anyaghoz. Hát nem volt kellemes, amivel kezdtem. Először is megkaptam a Maros utcai exhumáriás képeit, hogy rakjam szépen sorba, úgyhogy a mély vízbe kezdtem. De nagyon-nagyon sokat segítettek a kollégák abban, hogy megismerjem, megtudjam, és egész hosszú távon azzal a szemlélettel tudjak dolgozni ebbe a gyűjteménybe, hogy a fényképet, mint történeti forrást használjuk. És mint említettem, már gyűjtöttem a korabeli lapokat, és nagyon nagy előnyöm volt már az első évben, amikor ide kerültem, hogy a férjem fotoriporter. Egyrészt egyfajta szemléletmódot azért közösen csak másképp beszéltünk meg. Másrészt a korszak, illetve hát annak az időszaknak a neves fotoriportereivel együtt végzett, ismerte, egy olyan fajta baráti viszony alakult ki köztünk, ami azóta is segíti a gyűjtésemet és a kortárs magyar eseménytörténet, életmódtörténeti képek begyűjtését. Az első ilyen nagyon érdekes, fontos dolog volt számomra, most politikától mentesen, az, hogy áprilisban volt először az, hogy teljesen szabadon utazhattak Bécsbe, ilyen bevásárló turizmusra a magyarok, és akkor édesanyám, aki egy kicsike faluba, édesapám és édesanyám is tanítók voltak Tiszapüspökiben, ben a kisfaluban szerveztek egy kiránduló buszt Bécsbe, és hát mindenki, anya is teljes lelkesedéssel, soha különösebben nem utazott, szóval a Tátrán túl nem volt még, és kimentek, és hát egyszerűen válogatás nélkül vásároltak. Szóval kaptam akkor sztereó rádiómagnót, jó nagy, böhöm nagyot, kaptam kis számológépet, apukám kapott kvarcórát, én kaptam kaloderma testápolót, fa szappant és krém 21
arckrémet. Ezekre emlékszem, és anya olyan boldog volt, én olyan felszabadultnak, kiegyensúlyozottnak, vagy valami frenetikus élmény volt, egy pici faluból kiszabadulni, és olyanokat hozni, hogy soha nem volt egy ilyen harácsolós fajta anyukám, de akkor valahogy kinyílt az egész falu. Megjött a busz, és akkor az egész falu ott várta őket. Ez volt az első ilyen döbbenetes élmény, hogy vidéken is az emberek megérezték ennek a szelét. Aztán a következő nagy élmény az természetesen a Nagy Imre újra temetése volt. Mi nem messze laktunk akkor is, meg most is a Hősök teréhez, és hát kimentünk természetesen, a férjem fotózott is végig. Én viszont akkor már az első gyermekemet vártam, úgyhogy ahogy a tömeg nőtt, az egész esemény végéig nem engedte a férjem, hogy ott maradjak, meg hát nem is voltam jól, úgyhogy azt nem teljes egészében követtem, csak később a Lajos fotóiból. Aztán egy hónappal később lehetőségünk volt a MOSZ-on keresztül, mert hogy újságíró szövetségi tag volt a férjem, kimenni Prágába egy hétre, az ottani újságíró szövetségnek az üdülőjébe, ami a prágai Rózsadombon volt, és Rudolfnak egy vadászkastélya, egy gyönyörű, szép patinás épület. Nagyon jól el voltunk, elég sok vezető, szóval Kádárkor vezető újságíróival jól éreztük magunkat, amikor is egyik reggel a nagyon elegáns, mint hogyha Rudolf korából maradt volna itt Pincér bácsi, lesápadva bejött, addig csak cseh nyelven szólalt meg, és magyarul azt mondta, hogy hölgyeim, uraim, meghalt Kádár János. Valami olyan mérhetetlen, szeletelhető csönd lett a terembe, hogy iszonyúan megdöbbentünk, hogy most akkor valami van. Azt tudtuk már, hogy a vége felé van, de hirtelen senki se tudta helyre tenni ezt a gondolatot. Kimentünk Erdélybe, mi nagyon régóta, én a 80 körül voltam először nyelvjárás gyűjteni, mint magyar szakos. Kimentünk Erdélybe, ott volt egy ismerős néni, Juliska néni és Lajos bácsi, akik a Hargitán egy kasszálón laktak kint egy kis faházban, őket is meg tudom egy fényképen mutatni. És hát mivel előtte volt az esküvőnk, Juliska néni szőtt nekem egy gyönyörűséges ágytakarót, meg ilyen lócaterítőket, és ezeket megkaptuk, bepakoltuk a kocsiba, és jöttünk haza kis zasztavánkkal, mert hogy akkor éppen olyan kocsink volt. Olyan éjfél körül értünk Nagyvárad után a határhoz, iszonyú sor, rendkívül kellemetlenül viszonyultak a magyarokhoz akkor, kipakoltak mindent a kocsinkból, a korondon vett kerámiákat elvették, én dühömbe, hiába mondtuk azt, hogy terhes vagyok, hagyjanak már, hadd menjünk, egyet összetörtem, hogy ne ők tegyék el, mert annyira haragos voltam. Akkor bedühödött egy nagy Brünnhilda-szerű vámos hölgyemény, és az ágytakarót, amit Juliska néni szőtt nekem, el akarta venni, és akkor nem engedtem, leginkább én. Visszafordultunk Nagyváradra, hogy valahol letesszük a takarót. Mentünk, és egész Nagyváradon, ott a főtéren, egy villamos megállóba egyetlen férfit láttunk. Kiszálltam, és mondtam neki, hogy ki vagyok, bemutatkoztam, hogy kis Csatári Marian, mire is ő visszabemutatkozott, hogy Kádár János vagyok. Valami olyan furcsa, olyan valószínűtlen volt az egész, és ez a fiatal ember utána meghívott magukhoz bennünket, elmentünk, letettük a takarót, meg amit sikerült megmentenünk a határon, és kiderült, hogy a felesége ugyanannyi idős terhes, mint én, és a hatalom, amit el akart érni, hogy megfélemlít bennünket, pont az ellenkezőjét ért el, egy életre barátokat szereztünk. Egy hónap múlva áthozták a takarót, neki megszületett a kislánya, nekem megszületett ugyanakkor szinte a fiam, és hát azóta is békességes kapcsolatban vagyunk ezzel a családdal.